Parmigiana si pelate, farmora di andarla. Kézzel tépett tészta. Magyarul másképp én nem tudom, csak cigány. Ez rétes lisztből készül, két tojássó van benne, víz kész, ennyi. Nincs más benne. Hát ez mennél többet pihen ez a tészta, annál jobban szét lehet szakítani. Tehát jobban szétjön. Az az igazság. Hát most még így is csoda, hogy ez sikerül. Mert ez szebben és vékonyabban lehetne vágni, ha ez legalább a minimum egy jó fél óra pihenés idő kellene. De mennél többet áll, annál jobban lehet ezt, tehát hosszabban lehet tépni. Tyúk pörkölt, disznót, most disznóhúsról van, de igazándiból a jó falusi sárga tyúkokból, mikor jó pörköltet főzünk, jó szaftosan, és ahhoz szoktuk ezt. Ezek az ősanyáink készített alkotmányából született tészták, amit az utakon megálltak, félreálltak kocsislóval, és megoldották, mert ugye akkor abban az időben étteremben ők azt se tudták, hogy mi az. Megoldották, tüzet raktak, hát a sündisznót megfogták az erdőbe, és szépen megnyúzták, megfőzték, vagy inkább megsütötték. Hát a régi öregek azok megették persze, innyac falat volt. Hát ott így törik, mert ennek pihenni kéne. Ennek nem volna szabad, hogy eltörjön, de hát közben odafigyelünk, hogy le ne égjen. Ezt nem étlapról, nem szakácskönyvből főzünk, soha nem főztem szakácskönyvből. Ez mindig csak ami a fejemből ötlött. Meg hát amit édesanyámtól is, édesapámtól.